Jó napot kívánok, kedves nézőink, az Eurosporton Sipos János hallják. Rohan a GM-et látjuk, ahogy a Kronplatzra felérkezik, és ez az eddigi legjobb idő ezen a 12,9 kilométeres egyéni időfutamon. Ne csodálkozzanak, hogy még 20-as átlagot sem mennek, helyenként 25%-os meredek. Itt Dél-Tirolban a Giro d'Italiának ezen a szakaszán, ahol sok minden eldőlhet, hisz ez a 16. szakasz, és most Bozizio érkezik a célba, aki az összetetben sokáig vezetett, és tegnap nagyon-nagyon elfáradt, csak 43 perc alatt teljesítette a távot. Egyébként eddig Guillem vezet 41-15-tel, ez 18-as órátlannak megfelel meg, és itt látjuk már Gilberto Simonit, aki az összetetben is szeretne győzni. Az egyéni összetetben egyébként tegnap Alberto Contador vette át a vezetést, 33 másodperc az előnye Ricardo Riccóval szemben, itt pedig Bruseggin indul, 3 percenként indulnak egyébként már az esélyesek, és Bruseggin után indul majd Di Luca, aztán Riccó és Contador. 10 órakor kezdték egyébként a versenyt, és csoportokban indultak, hisz nem mindenki fér el, itt Savoldellit látjuk, nem mindenki fér el az úton. A mai szakasz egyébként San Vigilio és a Kronplatz, Plande, Koronez. Jön Savoldelli végig, a nézők ezen a közel 13 kilométeres részen végig állnak a nézők. No, Savoldelli nem fogja kihajtani magát, ő az összetetben már nem veszélyes. Így aztán Di Lucának fog segíteni, az ő csapatához tartozik. Itt van Danilo Di Luca, akit említettem, az összetett verseny harmadik helyén áll. 55 másodperc a hátrány a Contadorral szemben, és nagy kérdés, hogy Alberto Contador, a tavalyi Tour de France győztese, vajon megőrzi a rózsaszínű trikót, vagy a trónkövetelő Ricardo Riccó elveszi tőle. Elindult Luca, a tavalyi győztes. És itt pedig már látjuk, hogy Sella, aki két szakaszt is megnyert, itt a Dolomitokban, most hogy áll. Végig a sípálya mellett mennek föl, és egy nézni, hogy az út is milyen. Nem kimondottan kerékpárversenyzésre, mezőnyversenyzésre alkalmas, de hát ugye itt télen hatalmas hó van, és szétfagy az út. Viszont most meglepően jó az időjárás, azért hűvös van. De ez nem zavarja a kerekeseket. Megérkezik majd Sella, az első mérőponthoz, és innen még meredekebb lesz majd. Innen aztán megint egy óriási meredek érkezés. Tegnap a Dolomitokban küzdöttek a kerekesek, és ma pedig a Kronplatzi futam. Továbbra is Sellát látjuk. 1220 méterről 2273 méterre kell fölmenniük a versenyzőknek. Itt, ahol Sella halad, itt helyenként 16%-os, aztán 20, és a végén 24%-os a meredek. Simonit látjuk és Di Lucát. Ők a dobogóért küzdenek, mint ahogy... Előzetes jelzések szerint egyébként a legjobban az első időmérőnél Sella áll, és ha látták ott a motorost, a Havallán a kerékpárral, régi időkre emlékeztet, régen még annak idején, amikor nem tudtak kísérőkocsikat biztosítani, volt úgy, hogy motorra kísérték a versenyt, és bizony a tartalék kerékpár a szerelő vállán volt, 100 kilométeren keresztül is. Ez érdekes. Így lehet a legkönnyebben kerékpárt adni. Savoldelli tehát jön, és Savoldelli utolérte Ardila Kánót is. Itt látjuk tehát. Cárdenas jön.
Jens Foyt idejét próbálja talán megjavítani. Savoldelit is talán utoléri, Cárdenas 3 perccel indult előtte. Talán a dobogóra még följöhet. Aki viszont 40 percen belül megy, az biztos, hogy nyer. És erre minden esélye megvan. Ricónak vagy Contadornak. Petrova harmadik 42-43-mal. Noé pedig a negyedik. És már Smithet sem előzi meg, először még beérkezik a célba Savoldelli, és ott jön mögötte Cárdenas. Nagyon-nagyon nehéz verseny. 17-es átlag csak. Pozovivo jön, és a részideje elmarad. Pozovivo egyébként jól hajtott. Összetettben ő áll a legjobban a Navigare csapatából, de ma úgy tűnik, hogy Sella megint nagyot teljesít. Sella egyébként a két szakasz alatt az összetett versenyben feljött a 10. helyre. 4 perc, 41 másodperc a hátránya, és itt ma egy jó teljesítménnyel még tovább növelheti, illetve faraghatja a hátrányát. Pérez Quartararohoz képest nézzük majd az idejét Sellának, aki a zöld trikóban megy, és azért is küzd, mert ő akar lenni ennek a Giro d'Italiának a legjobb hegyi menője. Fantasztikusan meredek. Itt körülbelül olyan meredek, mint hogyha a Kiscelli múzeumnál mennének a meredek úton, és a vége is nagyon-nagyon meredek lesz majd. Na itt van Riccardo Ricco a fehér trikóban. Legjobb U25-ös versenyző. És őt is motorral kísérik, tartalék kerékpárral, és itt pedig Alberto Contador, az összetett versenyben vezető Alberto Contador. Gyógyul egy kicsit. Elindult át Contador, és már minden versenyző kint van a pályán, illetve van, aki már be is fejezte. Contadornak ez a meredekezés egyébként fekszik majd. Most látjuk itt továbbra is Emanuele Sellát. Egy reklám következik, és aztán itt pedig Menchov, Denis Menchov, és aztán egy reklám után majd jövünk vissza. Pellizotti érkezik a mérőponthoz 7,6 kilométerhez, és 22 másodperccel elmarad a legjobb időtől. Itt pedig Márcio Brusegin, aki jó időfutam menő, de hát a hegyi időfutam az picikét más, mint a simább időfutam. Minden esetre jó ritmusban megy. Egyébként a versenyzőknek, egyiknek másiknak nem nagyon tetszik a Giro d'Italia versenyének összeállítása. És például Jens Voigt azt nyilatkozta, hogy olyan ez a Giro d'Italia, mint egy gép, amelyből hiányzik egy kevés olaj, és szüksége van egy finom hangolásra. Bajani közben érkezik, Boziziót már nem tudja megelőzni. Azt mondja, hogy ma 45 percet versenyzek, és egy egész napot elveszítek, hát azért pihenhetett ma is. És holnap 4 óra utazás lesz, ugye holnap pihenőnap van a Giro d'Italián, és utaznak a versenyzők. Itt van Bajani,
aki tegnap nagyon sokat segítette Szellát. Az arcára van írva ennek a hegyi szakasznak minden nehézsége. Luhano Gien, Folyt, Petrov. Végig a sípályán mennek föl. Emanuele Sella, aki az előző két napot megnyerte, és most is nagyszerű tempóban megy. Hogy állnak az esélyesek? Contador, Rico, Di Luca, Mencsov és Simoni. Di Lucát látjuk most a kis képen. Illetve Ricardo, nem, Di Luca. Nem, Rico. Ricardo, Rico. Itt pedig Simoni a kanyarban. Simoni is kedveli az ilyen meredek hegyeket. Gilberto Simoni. Látható, hogy hátul nagyon nagy fogaskerék van. Lánckerék. Szella fantasztikus iramban megy. Három nap óta, mint a gép úgy megy itt a Dolomitokban. Ő ennek a három napnak a sztárja. Emanuele Sella. És lehet, hogyha fölé ráteszi a vezetést. Innen még körülbelül 10 perc. Klöden. 43-06. Nem szaggatta szét az istrángot Andreas Klöden. Döntöttek a Lasztanánál első számú ember Contador, úgyhogy Leipheimer és Klöden is őt segíti. Itt van, akit említettem. Contador. Többen fölvetetik, hogy hát a Contador megnyeri a Giro-t, akkor azzal megváltja a jelet a túron való indulásra. Szó sincs erről. Egyébként is nem egyéni versenyzők indulnak a túron, hanem csapatok. És egyelőre csapatát az Astanát nem hívták meg a túrra. Alberto Contador szokásos pörgős átétellel. Itt még az alsó részen, itt nem annyira meredek. Itt helyenként csak 7-8%-os. A Costa Messiánál van az egyik mérőpont. És aztán a Passo Furcsánál, ahol volt már befutó korábbi években, Sella. Csodálatos sípálya. Dél-tiroli vadászok. Plande Koronesz vagy Kronplatz. Itt pedig Rico. A nagy kérdés az egyébként a mai szakaszon, hogy le tudja dolgozni a hátrányát Rico Contadorral szemben. Tegnap ugye Contadornak volt egy krízis helyzete, azt nyilatkozta egyébként, hogy majdnem eléhezett, egy picit későn vett magá a táplálékot. Itt a három esélyes, Simoni, Rico és Contador. Simoni ülve, Rico kiállva nagyobb átétellel, míg Contador pörgős átétellel. Itt pedig Emanuele Sella. Iszonyatos nehéz emelkedő. 41-15 a legjobb eddig. Luhano Gien érte el, a kolumbiai fiú, aki volt már hegyi király korábban.
Ivánček Szellára jobb volt a részideje. Korábbi időmérőpontnál Giennél. Hát most már teljesen a pörgős átétellel, hogy 39-32-vel vagy 33-mal megy. És végig ülve nagyon jó iramban, nem esik vissza a tempó. Oda kell fölmenni a kilátóhoz még, és az még 4 perc, iszonyatosan kemény 4 perc itt a vége. Szella úgy tűnik átveszi a vezetést. És ő lesz ennek a Girónak a hegyi királya. Szella az összetetben 4.41-re van Contadortól. Pozzo hívott valószínűleg megelőzni, de nem biztos, hogy megelőzi. 600 méter van hátra. És ilyen 12-13-as átlagot megy itt körülbelül. Futni lehetne mellette. Most 38-20, 41-15 a legjobb idő, ezt minden bizonnyal megdönti. Az nagy dolog lenne, hogyha 40 percen belül menne Szella. Azzal föladná leckét a többieknek. Nagyon kemény itt a vége. Majdnem 2300... Szella nagyon megy. Hát az nagy dolog lenne a 40 percen belül teljesíteni Szella a távot. Iszonyatosan meredek. Már pedig lehet, hogy belül lesz. Még oda föl kell menni a kanyartól. Működik már a Lanovka. Jön Szella, vajon belül lesz, vagy nem. 40 perc körüli idő lesz. Óriási idő. Óriási idő. Lehet, hogy nem lesz belül a 40 percen. Még. De talán nem. Már nem. Nagyot hajrázik. De így is óriási idő. Több mint egy perccel veri a kolumbiai Ruano Guillemet. Ez a 100 méter is még nagyon nem lesz több mint egy perc. Rettenetesen nehéz a vége. Emanuele Szella átveszi a vezetést. Kegyetlen. 40-32. 19-es átlag. Contador és Rico, őket mutatják. Hisz az a 33 másodperc az ledolgozható, vagy tovább növelhető. Ugye Rico hátránya annyi, pedig Szella már megérkezett. Ricardo Rico. Élete nagy álma, hogy egyszer egy Giro d'Italiát nyerjen, most közel áll hozzá a fiatal kerekes. Még nem a legpörgősebb átétellem, én látod, hogy van még ott fokozat. Majd a részidőket tudjuk hasonlítani. Rico és Contador között. Simoni
Contador ebben a stílusban szokott menni a hegyen. Simoni nagyobb átétellel. De Szella ideje 40-32, az ígéretes idő. Emanuele Szella. Tizenkilences átlagot ment. Azt esik nézni, 30 percnél van, és ugye 3 kilométer még a célig. Contador is pörget. Amennyire csak lehet. Contador tehát. Őt mutatják a Kronplatzra. Itt pedig Di Luca, a tavalyi győztes. Ő is szaporázza szépen. Megpróbál spiccel ajtani, forgatni. És a két esélyes. Egyébként nem igazán kedvelték egymást az első héten, mind a ketten nyilatkoztak a másikról. De tegnap például Contador azt mondta, hogy Rico jól ment. Úgyhogy ezt veheti dicséretnek a fiatal olasz. Contador azért mégis már egy Tour de France győztes. Tehát több napos verseny nyert, mint Rico. Hát itt most a várakozás és a szakma figyeli. Az első mérőpontnál majd hasonlítják kettejük idejét. Itt jön Rico. Ér oda előbb a mérőponthoz. De hát a hálás közönség azért Contadort is bíztatja. Nagyon tisztelik Olaszországban a kerékpárosokat. Szent embereknek számítanak. Contador. Nagyszerű teljesítmény nyújtott az olimpiára készülő magyar kerekes Kusztor Péter Szlovákiában. Az egyik versenyt Dubnicán megnyerte, Európa Tour versenyt, a másikon pedig ötödik lett. És kiváló hegyi menő, úgyhogy csak gratulálni tudunk neki is, meg a csapatnak is. Pozzovivo jön. Bejön a harmadik helyre. Felicottit láttuk ott egy pillanatra, itt pedig Simoni, aki lassan kezdett az első kilométereken, ő inkább majd a meredeken próbál javítani. Minden esetre Szella ideje az egyelőre mindenkit ver. Contadornál is jobb 12 másodperccel. Már innen azért még sok van, de hát Szellának több mint 4 perc a hátránya az összetetben. De Contadornak Riccóval kell meccselnie. Kilométernél Szella vezetett. Jön Van de Broek. A belga nagyon jó hegyi menő. Ebben az évben tűnt föl. Rico egy másodperccel volt jobb Simoninál. De ezt úgy tűnik, ezt a hegyi szakaszt megint csak Emanuele Szella nyeri. Itt látjuk Ricót.
jön majd Contador. Corridori sono passati, dopo il passaggio di tutti i corridori la situazione, ma attenzione intanto seguiamo l'arrivo di Franco Pellizzotti, poi faremo riassunto. Franco Pellizzotti agli ultimi metri, forza pubblica! Jön Pellizzotti. Pellizzotti átveszi a vezetést. Átveszi a vezetést Pellizzotti 40-26-tal. No, eddig nem nagyon mutatták. Pellizzotti az első mérőnél még csak 20-58 volt, és átveszi a vezetést Pellizzotti. Húha, az keményen kihajtotta magát. Az első időmérőnél egyébként magán számításaim szerint körülbelül 4 másodperccel volt jobb Contador Riccónál. Fatta tutta, il tuo bambino? Sì, fatta tutta. So che la condizione è buona, penso di aver già dimostrato. Io ero ben volta, ma smoglia. Per ora sono soddisfatto. Per i Simoni. Most már ott van a sífelvonóknál, de hát innen még azért van. Innen azért még van a célig szépen. Hát kiderül majd, ha itt nem tud Simoni nagy időt menni, akkor nem valószínű, hogy meg tudja nyerni. Megnyerni ezt a Giro d'Italiát. Gilberto Simoni. ...1971-ben született. Ha nézzük a négy menőt, Simoni, Di Luca, Ricco és Contador. Jön Simoni. Sok van még innen. Nagyon bíztatják. Pellizzotti 2-27 hátrányban van. Simoni előtte van 1 perce. És 40 perc 26 az eddigi legjobb idő. Innen még egy kanyar. Simoni jön. Bevált egyet. És egyet hajrázik a végén. Vajon megelőzi, vagy nem? Hú, még sok van onnan. Nem tudja megelőzni már. Pellizzottit. Sellát sem. Harmadik idő lesz. ...40-43. Pellizzotti vezet, itt pedig Di Luca, és ott pedig egy Coppi kép, Fausto Coppiról, a Campionissimo-ról, a bajnokról. Ricco. Végig kiállva nagy áttétellel, hogy fogja bírni a végét? Várjetti is kiváló kerékpáros volt. Minden kanyarba kitettek egy régi nagynak. Az első időmérőnél Sella vezet, második Contador és harmadik Ricco. Pellizzotti csak az ötödik helyen volt, és mégis a végére mekkorát hajtott. Itt jön Bruseguin.
Nagyon összeszedte magát. Marcio Brusegin. Jenis Mencsov jön. Még 3 kilométer innen, ez még 10 perc. Ricardo Ricco. Mencsov is nagyon kihajtja magát. Vajon hogy bírja a végét? Di Luca csak a 10. idő volt az első időmérőnél. Úgy tűnik egyelőre, hogy Contador növelheti előnyét, de hát onnan még nagyon-nagyon sok van, és azon a meredeken bármi történhet. A ritmusból kieshet. Már Contador tapasztalt hegyi menő. Na itt a 2 esélyes. Amennyiben Contador tovább növeli előnyét, most jött el itt a Coppi képnél, ott pedig Jacques Anquetil-ről láttunk egy képet, egy pillanatra még. 5-szörös Tour de France és Giro d'Italia győzte Jacques Anquetil. De Contador sem pörgős áttétellel megy. Mencsov már nem nyerhet. Brusegin. És Di Luca. Lehet, hogy Brusegin megelőzi Di Lucát. Viszont az utolsó időfutam, a milánói befutó 20-valány kilométeres időfutam, az Brusegin-nek kedvezhet. Itt jön Mencsov, nagyon fáradtan. Még Pozovivo talán megelőzi, de hát innen még nagyon sok van. Már nem távolságban, hanem időben. Hajrázik a végén. Na megnézzük. Nem tudja megelőzni Pozovivót. Csak 7. Eddig. Mencsov. Brusegin-nek szurkolnak nagyon. Nem véletlenül. Nagy időt mehet Brusegin. Nagyon nagy időt mehet Brusegin. Már innen azért még van. Di Luca. Futnak mellette a szurkolók. A kísérő motor is alig fér el. Iszonyatosan meredek itt ez a rész. Charlie Gaulle. A luxemburgi versenyző. Nyert Tour de France-t. Pedig Contador. Brusegin jön. Nem tudja megelőzni Simonit sem. Huszonhárom másodperce van egyébként Di Lucától. Érdekes lesz majd a vége. Jelenleg Pellizotti vezet, Sella, Simoni, Guillen, Pozovivo, Foyt, Van de Broek, Petrov, Larsen és Noé előtt. Most jön Brusegin.
utolsó 100 méter, ahogy mondja a hangos bemondó Brugseginnek. És bejön negyediknek. Ötödiknek. Dilukka nagyon fáradtan mozog. Contador halad. Rico pedig birkózik a nagy áttétellel. Mint a Contador ritmusa jobb lenne. Itt a tartalék kerékpár. Alberto Contador. Jön Dilukka, és szorosan ott van már a nyomában. Rico. Dilukkának innen még nagyon sok van. Innen még nagyon sok van, elveszítheti a harmadik helyét az összetetben. Csalóka a kép, hisz meredek részen megy már Rico, és ez egy átkötő rész, ahol ott ment éppen Contador, de Contador nagy iramban megy. Dilukka elfáradt, azt kell, hogy mondjam. Megpróbálja tartani a tempót, de nem az igazi. Vált, lenéz. Ez már nem az igazi. Innen még nagyon sok van. Danilo Dilukka nem fogja megnyerni az ideig Giro d'Italiát. Bármennyire is szurkolnak neki. Még innen nagyon sok van. Brugseggin 41-30. Hú, Rico is birkózik. Hoppá, megcsúszott. Megcsúszott, kipörgött a kerék. Vigyázni kell a kiállva nyerekből, mikor az ember homokos úton megy. Elő van a test, a súlya, a súlypontja. Nincs a hátsó keréken súly, és megpörög. Értékes másodperceket veszíthet vele. Elveszíti a harmadik helyet, Brugseggin megelőzi. A tavalyi győztes csak a hetedik idő. Közben. Simone jött fel a harmadik helyre. Nő jön Contador. Simone lesz a harmadik az összetetben. Megelőzi Brugseggint és Menchovot is. Pericotti, Sella, Simone, Guillen, Brugseggin, Pozzovivo, nem tud senki 40 percen belül menni. Jön Rico. Itt pedig Contador. Ha
innen még Rikkónak van, van még. Ricardo Ricco, Pelicot itt már nem előzi, meg még 150 méter. Nagyot megy. 40-32. 40-43. Már nem előzi meg Simonit sem. Ricardo Ricco. És csak a negyedik, 40-56-tal, és ott jön majd már Contador hamarosan. Pelicotti, Serla, Simoni, Ricco, Ruano. Contador félelmetesen jól jön. Nagyon jön. Jó ütemben. Innen mondjuk még sok van azért. Pelicotti 19-es átlagot ment, itt jön Contador. Lesz-e valaki, aki 40 percen belül teljesíti a távot? Minden esetre 40-56-ot ment Ricardo Ricco, a nagy ellenfél. És 40-43-at Simoni. Contadornak még több mint egy perce van, hogy célba érkezzen. Minden esetre övé a rózsaszínű trikó, biztos, hogy megtartja. Nagyot ment, nagyot szenved. Ricardo Ricco. Vajon belül lesz a 40 percen? Nem valószínű, nem valószínű. Már innen még azért hajrázhat egy nagyot. Nem lesz belül. Nagy kérdés, hogy Pelicotti vagy Contador nyeri a mai szakaszt. Ezt a szakaszt Pelicotti fogja megnyerni. Contador a végre picit bemerevedett, de még azért talán. Ha nézzük, 26-ig, de innen még sok van, hiába vált be. Talán csak második lesz, vagy harmadik. Már második. Már Pelicotti a szakaszgyőztes, mondja a hangos bemondó. Harmadik. És Contador, még lehet, hogy Simonit sem előzi meg. De beérkezik, és újabb 8 másodpercet hoz Ricardo Riccon. Contador, ez azt jelenti, hogy 33 meg 8, 41 másodperccel vezet az összetetben. A végre elmerevedett, Pelicotti nyerte a szakaszt, összetetben pedig Contador, Ricco, Simoni, a sorrend. Itt van a szakasz. Pelicotti, Serla, Simoni, Contador, Ricco. 8 másodpercet vert Riccóra. Itt a kronplaci nagyharang. És az összetetben igen. 41 másodperc. Az előnye. Csodálatos képek. Majdnem 2300 méter magasan a Dolomitokban. A Kronplatzon. Igen, Simoni a harmadik, Brusegin a negyedik, Pelicotti az ötödik. Az a két perc, az kemény lesz még a végén, de Contador egyelőre
javított a helyzetén, és vezet az összetetben. Pelizzotti pedig a szakaszgyőztes, teljesen megérdemelten. Cella második lett. Cella beérkezik a célba. Még Simonit is talán megnézzük, hogy a harmadik helyen hogy jött. Még Sillészet is hoztak magukkal. A kirándulók megindulnak. Itt tehát a Kronplatz. Pelizzottinak örül a család. És a Kronplatzról hamarosan majd átkapcsolunk a Roland Garrosra. Az összetett versenyben Contador vezet 41 másodperc előnnyel Ricco, 1.21 Simoni, 2 perc Bruschagin és 2.05 Pelizzotti a hátrány. Nagyszerűen ment Cella is a mai szakaszon, és általában a hegyi menők. Itt van Di Luca a hatodik, Mencsova a hetedik, Cella a nyolcadik helyre jött föl, Van de Broek, és Pozzovivo a tizedik. Csapatversenyben a Group Navigare megőrizte vezetőhelyét, és úgy tűnik, hogy Contador biztosan őrzi a rózsaszínű trikót. Láthatjuk a nagy hegyet, a Kronplatzot, hófoltokkal. Egy motorkerékpár, egy rendőrségi motorkerékpár lehet, hogy lecsúszott, vagy valami történhetett vele, vagy elromlott, és most helikoptere hozzák fel a csúcsra, vagy viszik le. Igen, viszik le, mert ott már lejjebb már zöldebb a növényzet. Ez itt a csúcs. Dél-Tirol egyik emblematikus sí paradicsoma. Szállodákkal, lanovkával, és erre a alkalomra épített célhálomással. Kegyetlen nehéz időfutam volt. Holnap pedig pihenő nap van, és aztán szerdán folytatódik sima szakasszal a Giro d'Italia. Egyelőre azzal köszönök majd el, hogy Contador tovább növelte, csak 8 másodperccel az előnyét, de tovább növelte az előnyét Riccóval szemben. Simoni pedig följött a harmadik helyre, Di Luca elveszítette a bronzérmes helyezését, és ott még a dobogóért Bruschagin is harcolhat, és Pelizzotti is, aki ma jó teljesítményt nyújtott, és a dicséret illeti Cellát, a három Dolomit szakasz összetettjét ő nyerte. Hogyha ezt külön vennénk, akkor ez egy külön díj lenne Emanuele Cellának, de hát ez egy összetett verseny, és Cella most a nyolcadik helyen áll. Gyönyörű képek itt a Dolomitokban, hamarosan aztán kapcsolunk majd Párizsba, a Roland Garrosra. Én elköszönök, az Eurosporton Kerékpárt és Ipos Jánost hallották. Shoes.